Nem tudom, hogy ismerik-e vendégeink a most következő felszólalónkat, akinek majd 80 000 követője van csak a Facebookon. Ezrek és tízezrek kísérik figyelemmel naponta a hírek, ahogy én látom, megnevezéssel jelentkező sajátos hírrovatát. Elképesztő a humora, és igazi Alpár stílusa van. 17 éve polgármestere az Ormássági kisfalujának, Drávaszerdahelynek. Naponta szembe találkozik a szegénységgel, a nélkülözéssel, a hatalom jogtipró erejével és érzéktelenségével. Most következik a hírek, ahogy ő látja. Szeretettel köszöntjük körünkben Alpár György polgármester urat. Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Látták, hogy sántítok egy kicsit, és nálunk faluhelyen azt mondják, hogy a jó csődör vagy megsántul, vagy megvakul, vagy a rossz sem megeszi. Mert ha elmondanám, hogy igazából van egy autoimmun betegségem, és az miatt a másodbetegségként begyullad időnként az izületem, az annyira nem izgalmas téma. Na de, arra kértek itt a szervezők, hogy beszéljek a kis településekről, hiszen én azért azt mondhatom, hogy van némi tapasztalatom benne. Először is hadd kérdezzem meg, hogy ki láttam már, vagy ki szokta nézni a hírek, hogy én látom ott? Hát vagyunk itt szép számban. Na most azt is kérték a szervezők, hogy mindent mondhatok, csak ne káromkodjak. Na most az az igazság, hogy nehezen, de teljesítem, mert ez hozzám tartozik, de édesapám arra tanított jó vasutas emberként, hogy lehet káromkodni, de csak akkor, hogyha annak ott a helye. Most ennek itt nincs helye, tehát beszéljek a kisfalvakról. Óriási megtiszteltetés az számomra, hogy egy 169 lelkes település polgármestereként itt lehetek önök között, és kíváncsiak arra, hogy én mit szeretnék mondani, vagy mit én hogy látom a falvak jelenét és jövőjét. Azt gondolom, hogy nem jól, és ezkor nagyon le is rövidítettem a történetet, hiszen jelene a kis településeknek, és az az igazság, mindig megszoktam, remélem, ha azt mondom, hogy Vilcsek Ernő, tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy ismeri, vagy akkor Vilcsek Ernőt is. Polgármester barátommal megszoktuk beszélni azt, hogy, és nem is titkoljuk, hogy mindig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy könnyen vagyunk mi, amikor videót készítünk, mert nem szoktunk hazudni, így nem kell emlékeznünk rá, hogy mit mondtunk a múltkori videónkban. Úgyhogy az az igazság, hogy én nem szoktam hazudni, és nagyon sokszor az embereknek fáj az igazság, ezért nem szeretem a jelenlegi, hát ugye a kormánypártot eleve nem szeretem, és az ellenzéki politikusokat sem szeretem, akik a parlamentben ülnek. Ugye nagyon jól tudják, hogy én megélhetési Macska Jancsinak hívom őket, aki nézi a híreket le, hogy azt tudja. Ez azért van, azért nem szeretem elsősorban őket, hiszen a jelenlegi ellenzéki pártok képviselői folyamatosan jótékony hazugságokkal traktálják a választóikat. Nem tudják legyőzni sem Gyurcsány, sem az egyetlen egy ellenzéki jelenlegi párt, de még összeborulva sem, ezt láthattuk a 22-es választáskor. És én általában el szoktam mondani azt, amit én látok. Na, hogy visszatérjek az, amért jöttem, a településekről beszéljek, és mondjam, hogy nem jól helyzetben vannak. És itt inkább azt mondanám, hogy a 300 lelkes település... Ki ne fussak az időbe? Ja, ott van, azt nem mondták. Jó. Szóval, hogy a 300 lelkes településekről mondjak egy-két szót. Tehát az nagyon fontos, hogy azok a 300 lelkes települések, akik legalább 10 kilométeres távolságban vannak most egy nagyobb településtektől, azok mind halálra vannak ítélve. Tetszik vagy nem, ez van. Azok a települések, amelyek közel vannak, vagy nagyobb városhoz, azoknak van jövője. Azok a települések, amik 10 kilométeres távolságon kívül vannak, azok gyakorlatilag elnéptelennek, a fiatalok elmennek, és bebeköltöznek hollandok, vagy éppen városi nyugdíjasok, de ugye azok már nem fogják a falu szervét képezni. Sajnos azt kell látni, hogy minden hagyományunk gyakorlatilag a kis településekről elmegy. Hozta ezt mondjuk az internet maga, és amit az internet hozott a modern világból, és most gyakorlatilag ott állunk, hogy nagyon sok településen mind a nyugdíjas klubok megszűntek már, mind az ilyen hagyományos klubok megszűntek, és gyakorlatilag átálltunk lakótelepi üzemmódba, tehát úgy nézünk egy kis településen, mint egy lakópark, hazajön a helyi lakos, becsukja a kaput, és nem kíváncsi a településre. Ha ez ebben az ütemben megy tovább, akkor gyakorlatilag a mi falvaink el fognak néptelenedni, de senkinek ne legyen kétsége, ez direkt van így csinálva. És gyakorlatilag Magyar Falu program, amit már biztos, hogy hallottak, és ez a Fidesz kormánynak a vessző paripája, ami nagyon jó, és ugye azért lett létrehozva a Magyar Falu program, hogy ez fogja majd megoldani azt, hogy a falvak elnéptelenedjenek, és ugye oda költözzenek egy településre, legalább ott maradjanak. Na most valójában, ha kicsit belegondolunk józan paraszti ésszel, hogy mondok egy települést, mondjuk Ormásságban, Zalátát, és a Magyar Falu program keretein belül föltérkövezik a templom előtti részt, nem gondolnám azt, hogy Kovács Jolán és vőlegénye Tóth István azt fogják majd gondolni, hogy te Joli, maradjunk itt Zalátán, mert innentől szép az életünk. Bár igaz, hogy évente egyszer jár a busz, mert abban nem foglalkozunk, és a 30 kilométeres körzetben nincsen munka lehetőség. Tehát ezek én úgy mondom, hogy parasztvakításnak tartom ezeket a Magyar Falu programokat, ezek arra voltak jók, hogy kilóra megvegye a polgármester kollégákat, és most nem rossz értelemben mondom, mert lássuk be, és azt be kell látni, hogy a régi időszakban, én a Gyurcsány korszakban is már voltam polgármester, mint mondtam, én 2006-tól kezdtem, 28 évesen egy ormássági településként, gyütmentként, ugye azt mondják, mert én pécsi gyerek vagyok, tősgyökeres pécsi, tüke pécsi, hogyha hallottak ilyenről, ez azt jelenti, hogy 3 generáción keresztül Pécsen kell, hogy valaki szülessen, tehát a 3 generáció felmenője legyen. Szóval én úgy lettem ott polgármester, és láttam azt a rendszert, ugye, amit a szocialisták műveltek, és azt gondoltam, ettől nincs lejjebb, aztán láttam, hogy van lejjebb. Szóval ez gyakorlatilag a vidék és a kistelepülések mindig is arról szóltak, hogy ezek a mostoha gyerekei voltak az mindenkori pártoknak, és gyakorlatilag mindig is függő viszonyba tartották a településeket a mindenkori kormányok, hiszen jó gazda módjára próbáltak úgy tenni, mintha valami könnyű adományt adnának nekünk, és pályázunk, és gyakorlatilag mindig is a régi korszakban és ebben a Magyar Falu programban is úgy szoktam őket hívni, hogy az iroda asztal mögött ülő budapesti hozzá nem értők találják ki ezeket a pályázatokat, és olyanokra kell a település polgármesterének pályázni, amire abszolút nincs szüksége, de muszáj megpályázni, hiszen ha meg nem pályázza meg, akkor az a vád éri, hogy nem pályázik meg egy olyan bizonyos dolgot. Szóval gyakorlatilag visszatérve a Magyar Falu programra, az az igazság, hogy ez valamilyen szinten el kell ismerni, hogy sikerélményt hozott a kistelepülés polgármesterén, gondoljanak bele abba, hogy sok olyan polgármester van, aki már sokkal régebb óta polgármester, sokkal több ciklus, és nem volt eredménye. És egy polgármesternek igenis jól esik az, hogy áthathatja a településnek, hogy van egy új játszótér, fölöltettük a kultúrházat, lett egy új fizénk, és ezt így büszkén be tudja mutatni, Joli néni, hát ez van, és az van. És igazából ettől nem fog élni a falu, és ettől nem lesz jövője a falunak, mert ettől nem fognak többen odaköltözni. Én azt mondom, hogy csak az én térségemben, ha azt mondok egy 20 települést, egy kezemen, egy ujjamon, vagy 2 ujjamon meg tudom számolni, hogy hány csokkos család költözött oda, mert ez is egy parasztvakítás volt a csokkos dolog. Ezt azok a települések élvezték nagyon jó, hogy amúgy is oda költöztek volna, mert egy nagy településre van szó. De az Ormásságban például, most csak annál maradva, nem igazán gondolta azt Tóth Pista és Kovács Jolán, pécsi lakos mondjuk ott a 4. a panelban, hogy hát te Joli, költözünk le Lúzsokra, mert nekünk olyan jó lesz, mert ott van csokk, és ebből lehetőségünk van, hiszen továbbra sincs munkalehetőség, nincs bejárás, és ez egy borzasztó nehéz ma Magyarországon. És amikor én azt gondoltam polgármesterként, hogy föl kell szólalnom, és el kell mondanom a véleményemet, hogy mi az, ami jó lenne, és milyen jó lenne, hogy egyszer lenne már végre egy kormány, aki az ott élőket megkérdezni, hát ez sajnos 17 év alatt még nem ért el ide hozzánk, én sajnos ezt még nem tapasztaltam meg, remélem a jövőben ezt meg fogom tapasztalni, és még van 5 másodpercen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.